So for you and others, Daphne, it's a genuine pleasure to be here this evening with you in one of my favourite districts of Budapest, and an honour to be here at the opening of Daphne Talmor's Constructed Landscapes exhibition here in Budapest. As a born traveller myself, who's managed to turn her hobby into a career, it's exciting for me to see Daphne's interpretation of the landscapes that she has photographed in this exhibition. These haunting pictures cause a surge in my wanderlust. I may not be at work tomorrow. At home, Daphne is a part of the artistic scene in one of the most exciting and thriving cultural capitals of the world. Despite containing less than 1% of the world's population, the UK has one of the largest creative industry sectors. Our art and culture continues to set the agenda internationally. It would be wrong of me from the British Embassy not to come here and say that. Contemporary British artists such as Gilbert and George, who have also exhibited here in Budapest, Tracy Emin, Damien Hirst, Banksy, and Sam Taylor Johnson are all world-renowned. Our art colleges and architectural schools consistently produce the world's greatest artists, designers and architects. Figures such as David Hockney. A legfontosabb valóban az, hogy megértsük, hogyan működik Daphne-nak az attitűdje, az az alkotói folyamata, aminek a lenyomatait itt láthatjuk. Aminek azt a címet adtam, a kép a kép médiumában és a köztes tájak tükörcserepei. Szóval lesz egy olyan pont, hogy a képek valóságos valótlansága, képutópiák, ami Daphne számára is fontos. Amit egy ilyen depersonalizált és kompozit nézőpontnak nevezhetünk, és a harmadik az alkotói folyamat megosztása. De összevágott, felszabdalt és újra összerakott állapotukban, tehát az itt kiállított verziójukban végül is nem létező tájképek, holott a 2B galéria tereiben létezőként, képként igenis jelen vannak.
Daphne Talmor egy kibővített valóságot hozott létre. A képek valóságos valótlanságát. Sokszor ugyanazt a kompozíciót variálja, miközben tónus festészeti különbségekre koncentrál. Értelmet ebben a folyamatban nyernek, és abban, amikor magát az alkotói folyamatot a művész minden érdeklődő számára hozzáférhetővé teszi. Daphne saját szavaival, a kollázsol, új negatívok, majd az azokból létrehozható fotogramok, C-printek, az analóg és a digitális szeparált útjait ötvözik. A nagyméretű műalkotásokon tekinthetünk a pengeélek mentén futtóval, kis tájképrészletek, vagy a ragasztószalag sávjainak árnyékai tükröződnek át a felületen, állnak össze kompozit között, hiszen az eredeti lefényképezett tájképeknél a miért kérdését nem tesszük fel. Azonban a konstruált